A Debreceni Egyetem az rendkívül felelősnek érzi magát a vidéki életért. Ebben különösen nagy szerepe van a mezőgazdasági és gazdasági képzéseknek, hiszen tulajdonképpen azok, akik itt végeznek, elkerülnek a vidéki életbe, és ott biztosítanak egy-egy értelmiségi hátteret, ahova kerülnek. A Debreceni Egyetem nagyon nagy vonzástérrel bír. Nekünk van egy alumni mozgalmunk is, egy öreg diák mozgalmunk, és most olyan módon szeretnénk megújítani, és ebbe az irányba próbálunk szervezkedni, hogy egy-egy városban a debreceni illetőségű diákokat, akik most oda járnak, vagy ide járnak hozzánk, vagy korábban itt végeztek, azokat megnyerjük egy közös szerveződésnek, állítsuk az önkormányzatok mellé, hogy segítsék az önkormányzatnak a vidéki élet megreformálását, színesebbé tételét, hogy kössék oda a fiatalokat is, hogy menjenek vissza a saját városokba, és próbáljanak segíteni az önkormányzatoknak egy minőségibb, egy vonzóbb élet megteremtése irány. Ha valaki kitekint Nyugat-Európában, látja, hogy igazából a minőségi élet, a jobb lét az a vidéken történik meg, ugyanis mindenki próbál kimenekülni a városok forgatagából. Nyugodtabb, csendesebb, jobb a levegő, és hát gyakorlatilag a mai internet világában egy vidéki ház teraszáról sok-sok munkát el tudunk végezni, és nem csak az agrárium területén, egyéb más területen is tudjanak úgy megjelenni a fiatalok, hogy igenis azt mondják, hogy itt a jövőm, itt a lehetőségem, itt fogok házat építeni magamnak, itt akarok családot alapítani, szeretném, ha gyermekeim itt tanulnának. Látjuk azt, hogyha akár egy agrár szakember is ott marad vidéken, akkor az a falunak, a helyi közösségnek az életét meg tudja mozgatni, tudja azt generálni, tudja koordinálni, és amiről Jávor András is beszélt, egy ilyen hálózatnak a létrehozása nagyon fontos. Van a vidéknek jövője, azért is szervezzük ezt a workshopot, és talán majd 5-6 év múlva, amikor visszatekintünk, hogy ez itt elindult, talán látható, hogy az értékteremtésnek és ennek a programnak is volt értelme.